A legjobb árakért és kedvezményekért nézzétek meg az Eneba oldalát, a linkeket pedig mint mindig most is megtaláljátok a leírásban. Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Hát elérkeztünk egy újabb GTA Online heti frissítéses videóhoz, és végre azt mondhatom, hogy egy jó hét jött, el sem hiszem, főleg tekintve így az utóbbi heteknek a tartalmait meg a minőségét, de most nem panaszkodhatunk, úgyhogy én nem is húznám tovább az időt, mutatom is a részleteket. A jelenlegi hét július 20-ától július 27-ig fog tartani, a pódiumon a Warrunner HKR található, ami a Los Santos Tuners update-tel került be a játékba, és az eredeti ára kicsit több mint 1.200.000 dollár, a megszerzésére szokás szerint 7 napotok van, ehhez pedig sok sikert kívánok mindenkinek. A Prize Ride-ra pedig az Albany VSTR került fel, ahhoz, hogy ez is ingyenesen a tiétek legyen, a top 2-ben kell végeznetek bármelyik Los Santos Kármit versenyen, méghozzá 4 egymást követő napon, nem annyira egyszerű, de ez is sok sikert és sok kitartást. Térjünk is rá az akciókra, 40%-kal olcsóbb a héten az összes autóshop, a fejlesztéseik most nem, a Lynx, illetve a 811, és 30%-kal olcsóbb az Avenger, a Dominator ASP, a Paria, az Itali GTO, a Torero XO, az R88, valamint a DR1. Nézzük is a pénzezési lehetőségeket, 3-szoros dollár, illetve RP szorzó van az összes Special Vehicle versenyen, ami amúgy nem kevés kategória, meg nem kevés verseny. Aztán az összes Hot Ring versenyen is, a Street versenyeken, a Pursuit versenyeken, az Open Wheel versenyeken is, valamint jöttek még új community jobok is, amik szintén tripla annyit fizetnek, mint alapesetben, úgyhogy teljes mértékben a versenyzési a főszerep a héten, és tényleg érdemes kihasználni azért tripla szorzóval, főleg, hogyha meg is vagytok egy jó páron a versenyen, akkor azért nem fog keveset fizetni a játék. Ezeken kívül pedig ott vannak még a Time Trialok is, az RC Banditos a Construction Site 1, a Land Vehicle-ös a Tongva Valley, valamint érkezett egy vadonatúj napi Time Trial is, a Junk Energy Time Trial, ami, ahogy említettem, az előbb naponta fog változni, csak úgy, mint az RC Banditos, és igazából ennek a lényege, hogy a vadonatúj elektromos biciklivel kell teljesítenünk az adott pályákat a megadott időn belül. Nem nehezek egyébként, ráadásul ez is 50.000 dollárt ad, úgyhogy érdemes foglalkozni vele, plusz most még a Junk Energy és Racing Suit-ot is megkaphatjátok, hogyha elsőre sikerült teljesítenetek, vagy lehet, hogy nem elsőre, mindegy. A lényeg, hogyha sikerült teljesítenetek, akkor megkapjátok majd ezt a Racing Suit-ot is. És hogyha már az újdonságoknál tartunk, akkor a Time Trial-al együtt megérkeztek az elektromos biciklik a boltokba is, tehát meg lehet vásárolni, nem kevesebb, mint 50.000 dollárba kerülnek egyébként. Amúgy nem rosszak, szerintem jó pofa ötlet volt a Rockstar-tól ez. Illetve megjelent a Penod Lacorace, nem tudom, hogy kell mondani, bocsánat, ennél nehezebben kimondható nevű kocsit be se rakhatott volna a Rockstar, ki se találhattak volna. A lényeg az, hogy a videóban látható autó is bekerült, közel 2 millió dollárba kerül, és holnap este fel fogjuk tuningolni a szokásos élőadásban, utána pedig majd csapatjuk a versenyeket is ezzel, úgyhogy lesz közös játék is, nem is kevés, most tényleg van lehetőség bőven. És tulajdonképpen ennyi lett volna ez a mostani héten, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, jó játékot! Holnap találkozunk, én Dani voltam, sziasztok!